Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, és hamarosan kezdődik a Jászlagkun Szolnok megyei Kárdas György általános iskola, szakiskola karcagi tagintézményének egy szép ünnepsége. Nagyon sokan az iskolát inkább csak kisegítő iskolaként ismerik, de az elmúlt évtizedekben, hiszen 40 éves az iskola, átalakult és sokkal több mindennel foglalkozik már, hogy mi mindennel a Sándorné Szakács Ildikó tagintézmény vezetővel beszélgetünk. Először is gratulálunk ez a szép 40 éves évfordulóhoz. Köszönjük szépen a gratulációt, így van, 40 éves az intézményünk. Erre a jeles napra nagyon régóta készült tantestületünk. Úgy gondoltuk, hogy a gyógypedagógia történetét, történelmét ebben a 41. évfordulóban jelentősen, illetve méltóképpen meg tudjuk ünnepelni, illetve össze tudjuk foglalni. Iskolánk életében nagyon sok változás történt az elmúlt 40 év alatt. Erre példa az is, hogy nemrégen egy olyan tanár találkozó szerveztünk, ahol az iskola alapító tanáraival beszélgethettünk, és bizony most felgöngyölítettük a kezdetektől ezt a 40 évet. Ki mindenkit hívtak meg erre a mai évfordulóra? A mai évfordulóra meghívtuk azokat a partnerintézményeinket, akikkel munkakapcsolatban állunk, a város iskoláit, a város vezetőit, azokat a fenntartót, azokat a régi kollégákat, akik valamikor együtt dolgoztak velünk, illetve a régmúlt kollégákkal, és hát úgy gondoljuk, hogy a 100 meghívott vendég közül azért jó néhányan jelen lesznek ezen az ünnepélyen. És hát azt is mondjuk el nézőinknek, hogy ez egy több napos ünnepség volt, hiszen volt egy bemutató nap a csütörtöki, amikor az iskola jelenével ismerkedhetett meg mindenki, hiszen bemutató órák voltak, és a szakképzésben résztvevő osztályok is bemutatkoztak. Gondolom, hogy azért erre is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Szerencsére voltak meghívott vendégeink, délelőtt valóban szakmájé volt a nap, bemutatórák voltak az általános iskolában, délután tanárdiák találkozó volt, kiállításunk volt, és a szakmai műhelyek is, ajtaja is megnyíltak. Erről beszéltünk már többször, hogy mennyire fontos ez a képzés azoknak a gyerekeknek, akik ott befejezik a 8 általánost és szakmát adjanak a kezükbe. Milyen szakmát lehet jelenleg tanulni önöknél? Jelenleg kosárfonás, kerékpárszerelés, mézes kalácskészítés és két kertész szakmacsoportunk van. A gyerekek hogyan élik meg ezt a évfordulót? Mit vesznek ők ebből észre? A nagyobbak azért gondolom már sok minden, de a kisebbek ezt hogy élték meg? Az előkészületekben is részt vettek, hiszen készítettük a mézes kalács ajándékokat, készítettük a kiállítási anyagokat, de a tegnapi nap az ünneplésről szólt, aminek ők is részesei voltak, és azt mondták, hogy de jó lenne minden nap születésnap, mert akkor minden nap 10 óraira torta lenne. Hát ezt nem kívánhatjuk nekik, de azt kívánjuk, hogy a 45. és az 50. évfordulón is találkozzunk, és sokan emlékezzenek vissza azokra az évekre, szép emlékekre, amelyeket itt töltöttek önöknél. Ezt mi is így szeretnénk, köszönjük szépen. Vigné Károlyi Katalinnal beszélgettünk, hiszen a karcagi tagintézmény önhöz tartozik, mint intézményvezetőhöz. Gondolom, hogy önök számára is egy jeles nap a mai. Ez így van, ez az év egy különleges év a mi nagy intézményünknek, azért, mert mind a két nagy szakmai egységben különleges ünnepre készülünk. A mai napon a karcagi tagintézményünk 40 éves fennállásának az évfordulóját ünnepeljük meg itt ebben a patináns teremben, és nagy örömünk, hogy régi dolgozóink is itt vannak és együtt örülnek velünk ezen az ünnepen. És egy jó másfél hónap múlva ugyanez Kisújszálláson is meg fog történni, mert ott pedig 85 éves évfordulója lesz az intézménynek, és ez a két ünnepség egy nagyon meghatározó programja az évünknek. Ildikóval beszéltünk az előbb arról, hogy mennyi minden változott itt az elmúlt évtizedekben a képzés alatt. Azt hiszem, hogy arról még nem beszéltünk, hogy a két intézmény egy lett a megyei önkormányzat fenntartásában, és ez is egy jelentős lépés volt, hogy összetalálkozott a két intézmény, és én úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat a két tagintézmény között, ez is jelzi, hogy közösek az ünnepek is. Ez így van, nagyon nehéz volt az elején, ami természetes, mindkét nevelőtestület féltette a függetlenségét, félt attól, hogy a közös helyzetben ki hogy fogja megtalálni a helyét. Én azt gondolom, hogy ez egyensúlyba került, mindkét nevelőtestület függetlenül tud egymástól a szakmai munkáját végezni, viszont hasonló feladatellátás, hasonló körülmények miatt nagyon sok közös projektünk van, amiben együtt tudunk dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ez már teljesen zökkenőmentesen alakul. Ettől az évtől viszont egy újabb helyzet állt elő, mert a gólyafiszek fejlesztő nevelés oktatási szakmai egysége
területre is hozzánk tartozik, úgyhogy most már két karcagi terület is egységben van a karcagi intézménnyel, mert ugye az új köznevelési törvény szerint a gyógypedagógiai intézmények feladata a fejlesztő nevelés oktatás szervezése és irányítása és megoldása is. Hát akkor én azt kívánom, hogy ez a három intézmény is jól működjön együtt, és még sok szép hasonló ünnepségen vehessünk részt. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt vannak az ünnepségünkön.